A baba arcú rocker, és Kimberly, ugye ki gondolná erről a fiúról így ránézve, hogy mennyire szereti a fémesebb hangzást. Nem ezt szoktad rá mondani, hanem azt, hogy a Steinman. Kicsit olyan, mint Karinti tanár úr kérje, mivel a Steinman, igen, a jó tanuló, mert ő tényleg az. Hát 17 évesen már, ha jól emlékszem, BDO ifi világbajnok volt, most 19 éves. Én azt gondolom, hogy a következő évben, mert sokat fogjuk őt még látni nagyon nagy versenyeken. Gyakorlatilag a korosztályos versenyekből, korosztályos válogatott versenyekből, Europe Cup, World Cup, BDO, World Championship, mindent megnyert, amit meg lehetett nyerni. És ne felejtsd el, ugye a UK Open-en nemrég elődöntős volt a felnőttek között. Bizonyám, bizonyám, úgyhogy... Nem véletlen, hogy esélyesednek tartják őt Kcsuknál, de mondom, tehát én azért bánnék ezzel óvatosan, mert a rutin azért ott van a lengyelnél. Jelenleg az élő ranglistán, tehát ami nincsen lezárva, hanem mérkőzésről mérkőzésre frissül, ugye ez a dartsrankings.com weboldalon követhető. Ott Kcsuk jelenleg a 102. helyen áll, míg Barry a 48. Tehát azért van különbség kettejük között. De hát láttunk már a mai nap folyamán példát arra, hogy egy világranglista helyezés, illetve egy esetleges meccsszorzó, fogadóirodák által megadott meccsszorzó mennyire nem releváns információ egy darts meccs kapcsán. Kcsuk kezdi még hozzá egy 140-nel. Na, erről beszéltem, hogy nem olyan egyszerű ez a történet, mint ami ennek elsőre tűnik. Jön Barry, egy 100-as. Utolsó előtti mérkőzés délután, utána már csak Andrew Gilding, Lukasz Vénik találkozó lesz, tehát egy angol és egy német. Megint jön két tripla, sőt, nem jön a harmadik. Nincsen 140, sőt. Nincs sőt. Viszont Barry-től sem lesz 180, nem, ő tartja. Igen. 140-ek, itt 100-ak ott és 80 pont különbség jelen pillanatban a lengyel javára. Most nem lesz 140. 100. 100-as. Most Barry dob 140-et? Lehet. Jajaj. 45. Nem kell leváltani 17-esre, hiszen nincsen kiszállón Barry. Most esetleg egy tripla 19, hogy maradjon a 24. Tripla 3, marad a 72, de vissza fog rátérni, hiszen Barry nincsen kiszállón. Lehetett volna jobb is, de meg fogja oldani valószínűleg Kcsuk. Nyugodtan dobhat. Csak 58. Nincs kiszállón Barry. Dupla 16. 56. Még visszajön. 198-ról nem tud Barry kiszállni, csak kerekíteni. Egy egyes. Na, az már a helyén van. Meg kipasz. Az pedig a földön. Aha. Nem indul jól, ír szempontból. Jó, jelölő nyíl. Dupla 4. Újra kezdheti. Azt és szép. Az már benne van. 18 nyilas játékkal Kcsuk megkezdi tehát a legek gyártását, tartja a saját kezdését, tehát olyan nagy hűha nem történt azért. Most is fölemelhette volna a hüvelykujját, mint a bevonulásnál, ezért hívják thumbnak, hüvelykujnak. Nem tudom, de ez a felmutatott hüvelykúj, ez inkább a következő mérkőzésen Andrew Gildingnek a sajátja. Neki, igen. Neki igen. Rengeteg olyan képe van, ahol ugye tartja fel a hüvelykújját, ugye Goldfinger a beceneve. Legnagyobb sajnálatomra már nem a legendás Shirley Bassey dalra vonul be, legalábbis tudtommal. A GoldenEye? Nem, Goldfinger. Goldfinger? A harmadik James Bond film, ami nekem egyébként a kedvencem. Az a legjobb szerinted? Nem azért, mert az a legjobb, hanem az volt még meg nekem VHS kazettán. Tényleg? Eredeti nyelven, magyar felirattal. Húha, az igen. Nekem voltak még ilyen régi Rambó filmek egy hanggal alá mondva. Narrátor. Hű, az volt a hőskor. ...59 mindössze. Mr. Fintor.
256-ra jön Berry. Egy tripla kellene, hogy kiszálló legyen. Na, az meg is van a végére. Fűszergyalánt. Hoppá, hotdog. Kész. Zseniális. Még a mustár is ott volt a mellén. Zseniális. Óriási. Yeah. Nem elfelejteni, kedves nézőknek szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy május 17-én Hungarian Dart Show az MVM Dome-ban vannak még korlátozott számba jegyek, és hát lesz ott is jelmezverseny, hasonmás verseny, minden lesz, amit el lehet képzelni, és hát hat kiváló játékos, Phil Taylor, Raymond van Barneveld, Wayne Mardell, Michael van Gerben, Gervin Price, valamint Fallon Sherrock is itt lesz, úgyhogy aki szereti a dartsot, annak mindenképpen érdemes kilátogatnia. Dupla 20, megvan, két nyílból megvan a kiszálló Berrynek, 18 nyilassal, 17 nyilassal válaszol, és kiegyenlít. Kiegyenlít? Ő. Igen, ő. Átlagokat még nem nagyon mondanám. Hát majd. Oké, legyen így. Akkor mondjuk el azt, hogy George Noble a mérkőzésnek a vezetője, és mellette természetesen az egyik állandó írója a PDC íróknak, Bata Bogdanov Daniella. És egyébként kaptam fotót Bata Józsitól, Daniella férjétől, ő kezeli a scoreboardot. Úgyhogy jó azért azt tudni. Tessék, nem kell beszélni az átlagokról, kiteszik helyettünk. Úgyhogy. Ott a helyszínen? Igen. Igen? Igen, jó. Józsi ott kell. Konkrétan ő kezeli ezt a eredményjelzőt, amit itt látunk. Hát a magyarok mindenhol ott vannak. Így van, ezt már Ötvös Csöpi is megmondta. 140. Erről beszéltem, ugye most azért egy kicsit följebb ment, de az előbb még mind a kettőknek 80 alatti volt a tömegelése. Ez már múlt idő. 140. De nyilván ők ezekkel az adatokkal nincsenek tisztában a mérkőzés közben, ők ezt nem látják. Nem is baj egyébként, mert nagyon könnyen félre tudja vonni a játékosoknak a figyelmét, hogyha ezek a plusz információk bejönnek, nem szerencsés dolog átlagokkal foglalkozni meccs közben. Meccs után esetleg elmondják nekik, oké, de ez egyébként egy olyan információ, ami a legkevésbé sem érdekli őket. 94, csuknak. Igen, elszámolta magát, így nincsen kiszálló, már a második nyilla 18-ra kellett volna váltani, ezt Berry meg fogja büntetni. 140. És kiszálló van ezzel az ír fiatalember. Kicsit szétesően játszik most Csuk, nem is kicsit. Berry jön 64-ről. Tripla 16, nem jön, kell még egy szimpla, és a dupla. Esélyik Csuknak. Hát igen, igen. Meg lehet oldani a 124-et, nem lehetetlen feladat, egy tripla kell hozzá mindenképpen. Az megvan, 14-es, vagy tripla 14-es. 11-es szektoriba, így akkor menni kell 13-ra, vagy 17-re. 13 lesz. Pech. Berrien, tehát még egyszer dupla 16. 8-as. Nem sikerül megoldani. Ez már hiba. Ez bizony az. Így Csuk hozhatja a sajátját. Négy nyilat is elrontott Kimberi. Igen. Kicsit viszontagságos úton, de célban. 2-1. Százas. Azért már lehet hallani ám kuriongató. Öröm, meg másfajta ittas szurkolókat is. Szóval jön egy német érdekeltségű mérkőzés hamarosan. Ahogy szokták mondani, az elfogyasztott sör mennyiségével egyenes arányosságban megnövekedik a hangoskodók száma. Ez így van. Ez puszta matematika. Igen, és ez nem csak darts meccseken van. Ez így. Mindenhol így van. Tehát ez teljesen sportág és pártsemleges dolog. Ennek így kell lennie. 134-ek Csuk. A hotdog pedig jól érzi magát. Ez a jelmez, ez nagyon nagy. De még itt a közvetítés korai szakaszában láttam azt a hóembert is, aki a jégvarázsban
szerepelt. Tudom melyik, igen. Nem tudom a nevét, mert ennyire nem vagyok már otthon a rajzszínjelben. Tom és Jerryből bármikor tudok jeleneteket előadni. Akkor onnan tudtad, hogy Jégvarázs. Lebuktál, megnézted. Nem fogom, de mind a két részét láttam, de semmire nem emlékszem belőle, csak a karakterekre. Jó, mondjuk te tudom, hogy imádod a rajzfilmeket. Nyilván. Nyilván, de hát a 90-es éveket semmi nem tudja überelni. Tehát a Szépség és a Szörnyeteg, Herkules, Tarzan, mindent vissza. Óriási. Jó, meg persze az Oroszlán Király, de hát az egy más. Ha jó, hát az alap. Az mindenkinél alapműveltség. Kellene, hogy legyen. Nem lesz meg a 146-os kiszálló Berrynek, viszont nagyon szépen 95-tel 51-re marad. Én szerintem ez most egy nagyon okos döntés volt az ír fiatalembertől, hogy nem váltott el a 19-től, ott maradt végig, de lehet, hogy semmit nem fog érni, hiszen Csuknak is megvan, 123-ra a tripla 19, 66 pontja van, és elmegy a 8-asba. És már nem az első ilyen szektor tévesztése ma. Nem, a második. Viszont ahogy eddig Berry dobta a kiszállókat, lehet, hogy még lesz esélye. De persze, most nem lesz, megvan. Ez megvan. Kettő-kettő, megnéztem közben neked, Olaf a hóember. Olaf. Nagyszerű. Akkor a csávó az a Sven volt, aki összejött a hölgyikével a végén, ugye? Sven? Azt hiszem, igen. Annának hívják a hölgyikét, ha rá gondolsz, vagy Elzának? Nem tudom. Hans, volt ilyen. Hans, nem, Hans. Nem jó Sven. Jóképű herceg a szomszéd királyságból. Nagyszerű. Na, erről ennyit. 100. Akkor maradjunk akkor a mérkőzésnél. Így van. Átlagok. És bízunk benne, hogy a színvonallal sem lesz probléma, és nem leszünk húskomorak, mint Gaston. És akkor még egy pici visszautalás. 100. Kiszállózások az Csuknál 5/2, Kinnél 6/2. Nagyjából legál eddig ez a mérkőzés. Ú, 57 csak. Oda-vissza megvannak a hibák. Viszont Berrytől most körönként egy tripla ott van, és az egyelőre elegendő ahhoz, hogy kényelmes 86 pontos előnyt alakítson ki magának. Csuknak kellene még egy tripla 20. Meg is érkezik, így kiszállón van a lengyel. Még egy triplás kör. 96 ponttal 109. Nem lesz 151. Ó. Ó, 57 csak. Marad a 94 pont. 109-re egy tripla kell, megvan, 17-es. Megvan, dupla 16, az nincs meg. Körömnyi, amit tévedett. És akkor Csuk a vezetésért. Jön a tripla 20-as, akkor még és jó lehet. És a dupla 8, az nem jön. Marad ugyanott Berry. Újabb esély Berrynek, hogy brékeljen. Na? És most nem! Nincs meg, marad a dupla marad a 8. 4-es, így 4. Van. És akkor Csuk maradnak ott. És az az érdekes, hogy ez már a második olyan leg volt Kim Berrynek, ahol el tudta volna venni Kristóf Csuknak a kezdését, és ehhez képest a lengyel vezet 3-2-re. Tehát nem volt még break. Ez óriási luxus egyébként, hogy ezeket az esélyeket nem használja ki Kim Berry. 58. És nincsen tripla kezdésnél. Nem érzem túl élesnek Berryt ma délután. Nyolcvanöt. 10/2 mindössze Berry kiszállózása. Elképesztő. 59. És az első két körben egyaránt triplamentes sorozatot hozott Kim Berry. Szerencsére Csuk sem talált triplát ebben a körben. Ez a 27 pont nem annyira jelentős különbség. 100.
Csak egy szipla 7 a végén. 84 a kör. Ezzel még inkább csökkent a különbség köztük. Na most 140. Nem volt még 180 a mérkőzésem. Nem is tudom, talán nem is volt olyan meccs ma, ahol nem volt legalább egy. Azt majd nézd meg, Léci. Egy kattintás, két kattintás, három kattintás. 140. A Nilsson, Lukman és a Rock Scott meccsen volt 2, ez volt a legkevesebb egy mérkőzésen. Kicsit indisponált Kimberly, de hát még az innen bőven lehet nyerni. Megvan. Ó, jön a tripla 20. Tripla 19. Az is. Dupla 8. Gyönyörű! Hát torony magasan az eddig legmagasabb kiszálló, 133. A meccsen egyértelműen a tornán a harmadik 100 pluszos és a második legmagasabb, a Darren Penholnak volt egy 138-as. És ugye az a nem mindegy, ugye most elvette Barry kezdését Kcsuk, és Barrynek korábban kétleg során 8 nyila volt. Láthatjuk is, az a 2 per 10, az a 8 nyíl, az mind olyan nyíl volt, ami breakleget hozhatott volna. Igen, kezében volt a döntés, és hagytak kirepülni a madárkát a kalitkából. Egy tripla van. 96. Fejfej mellett vannak a tömegelést tekintve, egy hajszányival jobb a lengyel, viszont sokkal jobb a kiszállózása Csuknak. Hát ez nem is kérdés. 50%-kal dobja Csuk, még 20%-kal dobja Barry a duplákat. 56. Egyébként papíron ugye összejöhet még egy lengyel 8-at döntő itt az alsó ágon. Ratajszki és Csuk között. Hát az tényleg nagyon papíron. Abszolút az. Egy tripla ott van. Még egy. 140. Jól játszik Csuk. Százas. Ugyanott van Barry, csak hát jön a lengyel három nyillal. 90 dupla ki, Csuk kezdi. Kell még egy 20-as, vagy tripla 20 is jó. Szimpla jön, akkor egy bullas. Á, ez nagyon fölé vágta. Felezte a pontjait Kristóf Csuk. Ugyanez Barrynél. Neki megvan a tripla. Dupla 15. Nem tudja megoldani! És Csuk előtt a nagy esély, hogy elhúzzon. 10 nyilat rontott Kimberly a duplákon eddig a mérkőzésen. Megvan a 13-as, dupla 16. Jó! Az is megvan. Egy újabb lengyel leg. 5-2. És megint egy olyan mérkőzés, ahol úgy néz ki, hogy borulni fog a papírforma. A mindig nagyon stabil, magasan tömegelő, jól kiszállózó Kimberly most nem, egyszerűen nem megy neki a játék. 16,7%-os kiszállózás, tehát nagyon vacak. 12 per 2, 83-as átlag. Kezd el menni a meccs neki. Jó, mind a kettő. 180! Na végre Barrytől az első a meccsen. Csak hát erre mondhatja Csuk, oké, szép gól volt, de nézd az eredményjelzőre. 96. Jó a folytatás. Váltani kell. Az is jó. 137 marad a 126 pont. És Csuk nagyon okosan ment, kezd 19-esen. Egy szimpla is elég. A tripla meg még inkább 133. Jó. Így van, és 132 maradt, 126-ra megvan a tripla.
Második is, dupla 6. Te kár, 126-ról visszaszerezhette volna az önbizalmát, ha nem egy. Továbbra is problémás a kiszállózás a Kimberlynek. Viszont rá fog még próbálni erre a dupla 6-ra, hiszen Csuk elrontja a bult. 44 a kör, mindössze 88 maradt. Hát nincs mese, meg kell csinálni a Kimberlynek. Bizony meg, és most ott meg van. Is csinálja. 5-3 versenyben marad az ír. Tartja a kezdését, viszont még mindig break előnyben van a lengyel. És ráadásul Berinek ugye innentől kezdve minden leget hoznia kell. Tehát zsinórban 3-at kellene nyernie, 2-t hátsó pályáról. Bizony, nagyon nehéz feladat. Úgyhogy Csuk rendkívül stabilnak tűnik. Erre kezd egy 44-esel, csak hogy rátszáfoljon. Hát igen, Gavlasz és Sedlacek. Most már a nézőtéren örülnek, hogy két cseh játékos is ott van a folytatásban. Ez a bocsánat, butaságot mondok, hiszen Gavlasz kikapott Williams-től. Úgy van a folytatásban, hogy gyúróként esetleg lehet alkalmazni. Így van. Nem tudom, hogy pszichológusként, jó barátként. Berry. 180! Ő azt hiszem, ő Berry barátnője talán, de lehet, hogy Gavlasz, nem Gavlasz-i. Tudom. Nem Gavlasz-i. Nem hagyja annyiban a dolgot Csuk. Ajjaj. Kettő kellett volna a triplában, és nem jön egy sem. Megroppan Berry ebben. Kérdés az, hogy most mit fog dobni Csuk. Megkegyelmez neki. 60. Kiszálló, de a magasabbik fajtából. Ott egy tripla. Meg még egy, 140. No, az utolsó szalmaszál Kimberlynek. Először is azt kell, hogy Csuk ne dobja meg a 161-et. Eddig jó. Tripla 17. Az nem jön. Nem fogja megdobni. Viszont Berrynek meg kell oldani a 64-et, úgyhogy közben Csuk 24-en várakozik. Megvan a tripla. Dupla 8. Nem oldja meg! Itt nem lehet jó. A meccs vége! És ezzel ezüst tálcán kínálja a lehetőséget Csuknak. Elképesztő! Teljesen szana széjjel a kiszállózása az ír fiatalnak. És erre ráfizethet most. Ennyi. Rá is fizet! Ennyi. 6-3. 50%-os kiszállózás Kristóf Csuktól, és ezt tartotta őt életben végig. És hozta meg számára a továbbjutást. Kimberly búcsúzik a további küzdelmektől. Mi is, de csak pár percig, mert utána jön Andrew Gilding, illetve a hazai kitűnősége Lukasz Vénik.